kicsit ugye fennállnak a veszélye, hogy abba a hibába esünk, eshetünk egész könnyen. Ráadásul, hogy látunk egy ilyen érdekes élményt, ugye, amit láttunk az elmúlt napokban, és hirtelen azt gondoljuk, hogy nekünk is az kell történjen. És az Úristen kicsit úgy rám szólt olyan kedvesen, hogy hát de várjál, most nem elég az, amit te kapsz tőlem, ahogy te kapod tőlem, érted? Az nagyon fontos. Én azt gondolom, hogy ezek az élmények, meg ezek a különböző meglátások, látások, álmok, meg elragadtatás, meg halálközeli élmények, és amiket mi kapunk, ezek kölcsönösen kiegészítik egymást, érted? Tehát nem kell velem az történjen, ami történt Pállal, vagy Jánossal, vagy a, mit tudom, az ekvádori lányjal, hanem velem az kell történjen, amire engemet Isten elrendelt, érted? És amire téged Isten elrendelt. És akkor így lesz tökéletes, mert nem biztos, hogy mindenki kell járkáljon. Nem mindenki tőlünk kell játszódjon a zenekarban, nem mindenki a bőgőt kell húzza. Persze, persze, így van. Te de én ahogy nem azért mentem ki, hogy tudom, most... tudom, csak tudom, hogy az, itt, az is ugye ott volt benned, hogy ezek a személyek milyen elhívást kaptak, meg hogy milyen kijelentést kaptak, hogy akkor te is kéne kapjál ilyen kijelentést. De ugye hát ez megint könnyen áthajolhat kísértésbe, már értelemben, hogy én kísértem az Úristen, és én osztom ki neki, hogy te mit kéne velem csinálni, érted? Na de szerintem ezt te is érted, nem hiszem, hogy ezt most ezzel újat... Istennek, nem akartam én egyáltalán Istennek semmit, tehát nem úgy mentem ki, hogy elvárásokkal, hanem egyszerűen csak egyedül akartam lenni Istennek, imádkozni, olvasni kicsit az önhívót, úgyhogy ne zavarjanak, és ennyi. Jól tetted. Jó, hajj. De értem, mit mondasz. Hogy amúgy persze, én azt gondolom, hogy amit láttál, vagy láttunk, olyan talán vel is fog történni, velem is fog történni, és a legdurább az lesz benne, hogy amikor a legkevésbé számítunk rá, és amikor a legkevésbé akarjuk mi, igen, akkor fog megtörténni, és akkor igen, aztán kapaszkodj, ha lesz amivel. Érted? Ha lesz amivel, akkor majd kapaszkodj. Meg kell kapaszkodni. Az teljesen biztos, hogy az élmény nem volt leányálom senkinek. Egyikőknek sem volt az leányálom, az élmény. Hát az biztos, hogy akik sokat kapnak, azoktól sokat is várnak el, amikor úgy azért elgondolkoztam, hogy... Így van. Az emberek őrévé tette őt, és felelős az emberek életéért, az nem olyan az dolog. Emberek, hogy... Az emberek véréért. Hát az élet, így van, az élete végül is. Igen. És figyelj meg az ekvádori lány, hogyha rámész a YouTube-ra, még rákeresel, akkor látod azt, hogy ő, hogy mondjam, tehát nem foglalkozik egyáltalán a világ dolgaival, na, ezt akarom mondani. Ja, ja. Az úgy prédikál értelem, mint a tűz, tehát szikrák jönnek ki az ajkain. Nem is hiszem, hogy férhez ment volna, vagy nem is tudom, hogy kivenni őt el feleség, ki tudná őt elvenni feleségül. Mert hogyha egy olyan férfi nincsen, aki minimum azt a kalibert üti, tehát szóba sem jöhet. Van az a kanadai lány, mondom, ilyen aranyos lány, tehát tényleg ilyen, fú, Isten szerelem van benne, meg minden. Az ilyet jó volna elvenni feleségül, de kell neki még egyáltalán férj az ilyennek, érted? Ez a kérdés. Mert aki megtapasztalta ezt, nem igazán, de te is érzed azt, hogy már visszább nem akarsz menni, lejjebb nem akarsz lépni. És Pál is nem hiába mondta, amit mondott ráadásul. Igen, így amikor így beszélgettünk, hát a lélek is kijelentette, de tehát általad, és aztán amikor olvastam, akkor nekem is kijelentette a lélek azt, hogy ha valaki elhagyja az anyját, apját, lányait, én írtam is az evangéliumért, az a tehát még a földjeit is, ugye a százszor annyit, százszorosát megkapja még ebben az életben. Hát de, hogy mondtam, hogy Isten elvette tőlem a barátaimot, és kaptam igazi testvéreket, igazi anyákot, és lesznek olyan emberek, akik még a földjüket is nekem adnák, tehát csak egyszerűen tudjam visszautasítani. Ezért mondta, hogy még százszorosát a termékeket. Ezer százalékos levike. Tehát azok a pásztorok, akik úgy meggazdagodtak,
az igéből. Azért gazdagodtak meg, Levike, mert az ige alkalmas erre. Mert amikor az ember hallja az igét, nagyon sok ember úgy megrül neki, hogy odaadná mindenét értele. Csak ugye a pásztorban el volt jellem, hogy azt mondja, te nekem egy tányi fuszuljuk a leves kell, van-e? Értele? Nem tudta ezt mondani, hanem azt mondta, hogy jaj, hát én rádolgoztam, hát én ezt én megérdemeltem, értele? És akkor abban a helyben el van csúszva, rálépett a banánhíros, dobott egy seggest. Tudja, a betonra. Aki mindenit, az életét is hátrahagyja, írni életen az evangéliumét, annak 100-szoros termés, 60-szoros, 30-szoros, pont itt vagy 100-szorosát kapod vissza. Tehát kapsz igazi családot, igazi testvéreket, mindent. Majd mutassál be nekik. Hát igen, ez ilyen lelik, ez tényleg így van. Nem is kérdés, tényleg így van. És tudod jól, hogy az, amit ugye tapasztaltunk testben, és tapasztalunk testben, hát az is öröm most, én hiába mondom azt, hiába tagadom, hogy jaj, az nem volt jó, vagy nem, dehogy is nem jó volt. Persze, hogy jó volt. Most én hiába mondok ilyen science fiction regényeket össze-vissza, mert nincs értelme hazudjak, az is jó volt. De viszont nem összehasonlítható azzal, amit utána tapasztaltam. És hogyha én amiatt el kéne veszítsem ezt az örömöt, amit most kapok, hát akkor önként teszem le az éket a patkókot. A patkókot, nem a patkókot, hanem a férfiasságomat teszem le a csutakra, érted-e? Önként. Hogyha azt el kéne veszítsem, amit utána kaptam Isten kegyelméből, azért, hogy megkapjam azt, amit már több százszor megkaptam korábban talán, és érzem, hogy összehasonlíthatatlan a kettő, hogyha én azt el kéne veszítsem, az újat, a régiért, hát akkor tényleg, én látod-e, figyelj meg, van egy ilyen ismerős, akiről tudunk, hogy talán ő is betekintést nyert abba az ajándékban, amit Isten kívánt számára, és mégis ugye vissza-vissza sántikált a világba, és a kettőt próbálta egyszerre csinálni. És az lett a vége, hogy tragédia, ugye, végzett az életével. Úgyhogy ez ennek a veszélye fennáll szerintem mindenkinél. Az ember megtapasztalta az újat, és visszasántikál a világba, és érzi azt, hogy nem találja helyét, nem találja az örömét. Na, persze, tényleg rá kell bízni az Úristenre. Lehet, hogy pont akkor jön el egy tényleg egy igazi fehér nép, vagy legyen az fekete, mert nem vagyunk személyválogatók. Amikor már teljesen lemondtunk róla, érted-e? Ez egy kis afrikai, tényleg egy szedid, ugye, egy, aki már eleve nem volt megfertőzve a méreggel, amit mi kaptunk itt Európában meg, mindenhol. Még ez is megtörténhet, hogy amikor az ember már lemondott, akkor megkapja ráadásul ajándékba, mert mindezek megadatnak, ráadásul, ugye? Először foglalkozunk a legfontosabbal. Tudom, hogy a test meg akarná tervezni, ugye azt, hogy most akkor hát nekem is jár, hát aztán annyit szolgáltam én már, aztán nekem nem jár az, hogy most nekem is legyen egy józi felesége, akiből aztán a végén még a felesleg lesz, ugye, feleségből felesleg, ha nem ügyelek, hogyha elhamarkodottan döntök. Na de, abszolút elképzelhető, én tudom, hogy ahogy mondja egy barátunk, az Úristen nem smucik, érted-e? Nem skucit. Nem skucit, tehát persze az is megadhat. De hogyha az én hátrányomra adatna az meg, érted-e? Arra, hogy fékezzen, vagy hogy meglassítsa azt a folyamatot, amit az Úristen elkezdett bennem, hát akkor ne adassék meg. Na, hát aztán nem mennyire egyszerű az egész dolog, tehát most akkor én ott mindenképpen akarjam azt, hát tessék, fiam, neked kellett. Ja, hogy elteltek a műzesetek, és a dolgok megváltoztak? Hát persze, nem tudtad. Erről szól az élet végül is. Na, de én hiszem azt, hogy vannak tényleg olyan nőcikik is a világban, akik megtapasztalták az igazi szerelmet. És amikor két olyan személy találkozik, aki megtapasztalta az igazi szerelmet,
az biztos nem fogja egymást csontig rágni. Érted? A szerelemért. Igen. Egymást nem fogják felzabálni élve, elfogyasztani. Ez körülbelül 1000%-os. Igen. Muszáj az egységbe venni, mert ha valaki félrehúz, akkor ott már meghasonlít minden. Akkor... Hát igen, el kell dönteni egység vagy kétség. Hát még az a válást... Hát a vállás se tiltsa Jézus, de akkor már vége. Ott, ha elváltál, ott vége. Te azt érzed, hogy jobb egyedül inkább az Isten dolgával foglalkozó, hogyha van egy olyan hitetlen társ, ez legyen férfira vagy nőre. Tehát nem egy másik nőjét válsz el, az teljesen nem, biztos. Nem. Teljesen biztos. Aki egy másik nőt elvál, azt tudomásul vett egész nyugodtan, hogy teljesen biztos, hogy ő tulajdonképpen a pokolért adta fel a rossz kapcsolatát, a még rosszabbította fel a rossz kapcsolatát. Igen. Nem mondta ő sem, igen, nem mondta, hogy... Apa mondta, hogy ha egy hitetlen társadban nem vagyunk rabszolgák, nem vagyunk kötelesek mellette. Hát úgy értelmeztem ott azt a részt, Levike, hogy a hitetlen ő elválhat, de a hívő az nem fog elválni, tehát ő nem fog válást kezdeményezni, a hívő. Tehát ő reménységben él, hogy a hitetlen is megmentődik az ő jelenlétében, tehát ő nem fog elmenni, válni, sőt, nagyon kemény bizonyosságot láttam én erről, a románoktól, egy román hölgytől, akinek nagyon durva házassága volt. Nagyon durva házassága volt. És sokat szenvedett, de nem vált el, hanem imádkozott a férjéért. Persze a férje nagyon sok érzést kapott, a nőnek az imái meghallgattattak. De a férfi továbbra is ugye a szabad akaratából ő úgy döntött, hogy neki az nem kell. Érted? Nem kell neki az az ajánlat, amit tulajdonképpen Isten ad neki. Neki arra nem volt szüksége. És végül aztán azt hiszem, hogy öngyilkos lett a csávó, tehát az ördög elvitte, úgymond. És szabad lett a nő, ugye? Szabad lett. Azt nem tudom, egyszer meg Firez ment el, szerintem ne. Tanulta az elsőből annyit, hogy tudta ki az ő férje, megtanulta ki az ő férje. Közben itten leskelődök egy részet, egy részt keresgélek. Nagyon. Itt van, ne. Na, Lukács hol? 18. A szolga és az ura. Hogy van, hol van ez? Lukács 18.7. Én is megkeresem a Károlyban. Jó. Azt mondja, hogy Károly. És beteszem a képernyőre már egyúttal. Ez már online megy? Dehogy is. De így felveszem a hangot. Aztán nem áll ki nekem semmiből felvenni a hangot. Még ha le is tőlem utána végül is. Lukács 18.7. Ez a, hát az Isten nem állí bosszút az ő választottaiért, kik ő hozzá kiáltanak éjjel és nappal, ha hosszú tűrő is irántuk. Mondom nektek, hogy bosszút áll értük hamar. Ezt mondod? Nem. Lukács 18.7. Ám meg Lukács 17, ám meg bocsánat.
Jó. Aminál a bal felső sarkában már írja a 18-at, hogy azon az oldalon fog kezdődni, de a lap alján kezdődik, és az még a 15-eshez tartozik. 17-7. Jó. Jó a helye. Határeset elfogadjuk. De amúgy az is nagyon jó. Az is nagyon jó. Azt is elkövő. Hát, mi nem az? A szolga és ura 17-7. Tizenhét hét. Kicsoda pedig ti közületek az, aki, ha egy szolgája van, és azt szánt vagy legeltet, tüstént azt mondja annak, mihelyt a mezőről megjő, gyer elő, ülj asztalhoz. Sőt, nem ezt mondja néki, készíts vacsorámra valót, és felövezni magadat, szolgálj néke, míg én eszem és iszom, és azután egyél, és igyál te. Erre ezt mondod? Igen. Avagy megköszöni annak a szolgának, hogy azt mivelte, amit néki parancsolt. Igen, egyértelmű. Nem gondolom. Ezenképpen ti is, ha mindazokat cselekedtétek, amik néktek parancsoltattak, mondjátok, hogy haszontalan szolgák vagyunk, mert amit kötelesek voltunk cselekedni, csak azt cselekedtük. És lőn, mikor útban vala Jeruzsálem felé, pont, 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 pont. Tehát ez annyira, hogy... Tehát, hogy... Na, ez megint olyan levike, hogy... annyira alap, amit meg kell tenni, hogy a szint az már kötelesség. De mit is várok? Hát ez az élet értelme, ez lenne az alap. Tehát ez... Persze, persze. Na látod, hogy ez például, ha valaki elolvassa, az biztos, hogy úgy hajtja be a Bibliát a tűzbe, mint ahogy az meg van írva. Érted? Viszont ezt ugye, aki lélekben van, megérti egyből, hogy hát persze, hát én ezt már megkaptam kijelentésbe a lélek által. Ezt érzem én is, pont ezt érzem én is, hogy én csak azt cselekszem, ami az alap, hogy te is mondod, ugye, ami az alap. Hát ez az életnek az alapja, nehogy már ez itt, én várnék köszönetet. Miért várok én köszönetet, Levike? Miért vár az ember köszönetet? Szerinted? Hát nem tudom, nem tudom. Hát azért, amit hazugságból cselekszik, amit nem meggyőződésből cselekszik, amit kényszerből cselekszik, amit nem örömmel cselekszik. Nem szerelemből. Ami pontosan, amit nem szerelemből cselekszik. Azt kell megköszönni neki. Többit nem kell megköszönni. És azt kell megfizetni, igen. Mert az én fizetségem, az én eledelem az, hogy cselekedhetem az igen. Annak az akaratát, aki engemet elküldött. Az már hát, kegyelem, az már kegyelem, az hogy megértettem, cselekedhetem. Az az én ajándékom, az én fizetségem. Hát én már így ki vagyok fizetve. Megkaptam az örömöt, megkaptam a munkavégzés örömét, megkaptam a szolgálat végzés örömét, megkaptam az igazság megismerésének és a megosztásának az örömét. Igen. Hát én már előre ki vagyok fizetve én. Megkaptam mindent, a legtöbbet kaptam meg, amit kapható és ami adható, ráadásul. Ugye? Igen, és itt a múltkor beszélgettünk, és amit mondtál te is, hogy azért ott pont Ivad arra beszélgettünk, hogy tényleg, ha e világhoz alkalmazkodunk, akkor ő mozgassa nekünk a jólétet. Mert manapság ennyit ér a lees hónap már, csak tized annyit ér, sokkal többet kell annyit dolgozni. És itt az igazi kincsről azt írja, adjátok el vagyonotokat és a pénzt osszátok szét a szegények között. Szerezzetek magatoknak örök mennyei kincseket, amelyeket a tolvajok nem lophatnak el, s a moly sem puszíthat el. Mert oda húz majd a szívetek, ahol a kincseitek vannak. Tehát egyértelmű, hogy én apránként, ha nem is azonnal, apránként vetközöm le ezeket a világi kincseket, akkor a szívem már csak oda húz. Tehát a mérleg átbillen teljesen oda. Tehát nem, hogy még gyűjtenék, hanem vetkőzök le. Tehát vetkőzöm le teljesen mesztelenre. Persze most ezt nem fizikailag kell gondolni, hanem hát fizikailag is van értelemben, hogy levetek mindent, ami fölösleges. Megszabadulok mindentől, hogy teljesen szabaddá tegyem magamat az igazságra, az igazságnak a megismerésére és megjelenítésére. Ugye?
És még van valami? Az, amik újak, hogy jó volt elolvasni. Jézus nem fogadják be a samáriaiak. Amikor közeledett az idő, hogy visszatérjen a mennybe, Jézus szilárdan elhatározta, hogy felmegy Jeruzsálembe. Követeket küldött maga előtt egy samáriai faluba, hogy ott szállást készítsenek neki. A samáriaik azonban nem akarták befogadni Jézust, mert Jeruzsálembe igyekezett. Amikor ezt két tanítványa, Jakab és János megtudta, megkérdezték Jézustól, Uram, akarod-e, hogy a mennyből tüzet parancsoljunk rájuk, hogy megégesse őket? De Jézus Dadogni felé... szabad. Hogy? Dadogni szabad, állja. Uram, akarod-e, hogy a mennyből tüzet parancsoljunk rájuk, hogy megégesse őket? De Jézus feléjük fordult, határozottan figyelmeztette és helyreigazította őket. És itt a jelmagyarázat azt írja, hogy Jézus ezt mondta, nem tudjátok, milyen szellem van bennetek. Az emberfia nem azért jött, hogy az emberek életét elveszítse, hanem hogy megmentse. Tehát Jézus már közeledett, hogy menjen fel a mennybe, a halál, a kereszt halálhoz közeledett. És még Jézus azt mondja, hogy még nem tudjátok, milyen szellemiség van bennetek, hogy így, tehát amit én is sokszor éreztem, hogy úgy te! Izomban is, ha kerülted el! Izomban is, ha kerülted meg! Igen. És emlékszel, hogy Dávid mit mondott, amikor a másik gúnyolta őt? Azt mondta, hogy hát, hogyha mindenható megengedte neki, gúnyoljon engem, tehát ki vagyok én, hogy levágassam az ő fejét? Hát megtehetném, hogy levágom az ő fejét, de hogyha mindenható megengedte neki, gúnyoljon engemet, vajon nem azért van-e, hogy engemet próbár tegyen, az én hitemet, az én hűségemet próbár tegye, vagy hogy engemet emlékeztessen arra, hogy elbuktam, hogy ugyanabban a hibában még egyszer ne essek belé, vagy hogy megmutassa, hogy mi a következmény az én tévedésemnek. Ugye? A folyamatos imádkozás szerintem erre szükséges, hogy az ember szellemileg, lelkileg folyamatosan legyen nyitott a Szent Lélekre, vagy a Szent Szellemnek a jelenlétére, hogy azt cselekedj abban a helyzetben, amit cselekedni kell. Ezért mondta azt, hogy folyamatosan örökké imádkozatok, imában legyetek, imában éljetek, mert minden, tehát farkasok közé bocsátalak titeket, mint bárányokat a farkasok közé, tehát folyamatosan kísértéseknek vagyunk kitéve, minden lehet, akármi. És ha nem vagyok én imában, ott már és jobb. Igen. Igen, emlékszem, még beszélgettünk arról, ugye, hogy hát látjuk azt, hogy mi történik, hogy tudom én, vannak ezek a hivatalos összejövetelek, és akkor 10 perc ima, 10 perc dicsőítés, 10 perc nem tudom én mi, és akkor így váltakoznak ezek a sablonok. És tényleg azt éreztem, hogy az Úristen engemet arra indít, hogy én ne imádkozzak ilyen 10 perceket, vagy 2 perceket, vagy reggel délbe este, hanem én maradjak imában. Maradjak imában. Miért is akarnék én kijönni az ima állapotából? Hát az este úgy aludtam el... Tehát, hogyha már beszélgetünk, akkor nehogy már úgy beszélgessünk, hogy nem vagyunk imában. Hát akkor miről beszélgetünk? Az este úgy aludtam el, hogy imával aludtam el, és reggel úgy ébredtem, hogy imával keltem fel. Nem tudom, hány órát aludtam, de azt tudom, hogy olyan éber voltam, hogy lehet, hogy elég lett volna nekem 4 óra alvás is. Cák, készen vagyok, mehetünk. Én hiszem, hogy Jézus az olajfák hegyén ezt ottan pihente ki magát imában, az atyával. Igen, elment tankolni, elment benzinért. Igen. Idézőjelbe, ugye. Abszolút én is hiszem. Tehát tudom, tapasztaltam, hogy mit jelent az. Sajnos nem úgy, mint ő, nem olyan mértékben, nem olyan intenzitással. Talán meg sem bírnám még, azt nem tudom. Hát, hogy az állhatatosságra éreztem figyelmeztetést, vagy késztetést, inkább késztetést, hogy maradjak állhatatos. Mert olyan vagyok, hogy én szeretnék úgy, tudod, úgy... Instant kávé 3:1-ben. Úgy az 1:1-be. Tehát nálam az igazság az, hogy a türelem, meg az a hosszú távon való
gondolkodás, nem is gondolkodás, hanem nem is akarok tervezést mondani, hanem tehát hosszú távon valamibe kitartani, soha nem volt az erényem. Sose fejeztem be semmit. Hál' Isten. Képzeld el, sok hülyeséget befejeztél volna, végigcsináltál volna sok butaságot. Végül nem. Az nem baj, ha az ember a túl nagy hülyeségben nem állhatatos, nem kitartom. Igen, igen. De én is meg lettem dorgálva emiatt, hogy mi nem voltam kitartó, amit tudom én a Bookfence-ben, vagy nem tudom én miben. Hát azért, mert meguntam, már nem, tehát én nem okozott örömöt elég hamar, de ezt nem tudom megunni, sőt. Tehát minden nap úgy érzem azt, hogy újat kapok és újat, és mindig megújul. Nem tudom megunni egyszerűen. Mehetnék én karatézni, meg tényleg bármit csinálni, világot járni, bármit csinálni. Ezt az örömet nem kapnám meg, az a helyzet. Igen. Azon gondolkodtam, hogy még például házat építeni is milyen szép, ugye? Nekem még ahhoz is volna kedvem nekifogni szépen kőből kirakni az alapot, a fundamentumot, lásni, szépen csinálni, meg minden. Szépen oda az is szép. Nem azt mondom, hogy nem szép, hanem azt mondom, hogy azt a élményt, azt a gyönyört, amit mostan megkapok, még így fizikai testben, már így fizikai testben, én már nagyon kételkedek abban, hogy megkapnám bármiben, sőt, az ördög heted magával kéne visszajön a testembe, úgymond, ahhoz, hogy valamelyest úgy kicsi örömöt érezzek, ugye, és azt folyton kéne fokozzam testi örömökkel, ugye, egészen, amit tudom, a drogozásig, meg amit tudom én, az alkoholizálásig, és így tovább. Na, további Isten áldásos napot neked. Akkor is. Beszélünk, jó? Rendben. Szia.